Márok papiban pakolták az adományokat még áprilisban a Lions Club önkéntesei. Veszprémből többek között matracokat és hálózsákokat, Kecskemétről pedig tartós élelmiszereket küldtek az orosz-ukrán háború miatt bajba jutottaknak. Ez csak egy szelete mindannak az adomány mennyiségnek, amellyel a szomszédos háború februári kezdete óta folyamatosan segíti a nyíregyházi klub a Kárpátalján élőket. Azóta már közel 100 millió forint értékben érkeztek felajánlások. Nemzetközi kapcsolatok is bejöttek ebbe a támogatási rendszerbe, és Németországból, Olaszországból, Franciaországból, Németországból, Svédországból különböző támogatásokat kaptunk, amelyeket kijuttattunk Kárpátaljára. Ezek heti rendszerességgel mentek, elkezdtük egy ilyen félmillió forintos élelmiszerszállítmányon, aztán a legtöbb, ami kiment egyszerre, volt olyan hét, hogy 2,5-3 millió forint. Volt, hogy heti kétszer indult szállítmány, volt, hogy megérkeztek ide Kárpátaljáról, így bepakoltuk az autót, és aztán vittük kifele. Volt olyan, amikor a klubok közvetlenül kamiont indítottak egy városból, és azt hozták ide le. Az adakozási kedv ugyan csökkent, de még nem állt le. Elmondhatjuk, hogy még most is épp múlt héten érkezett egy 5,6 millió forintos támogatás egy német pályázatból, és tegnap ment ki megint egy 1 millió 200 ezer forintos élelmiszer szállítmány már ebből, és megpróbáljuk azt megvalósítani a nemzetközi pályázatokból, illetve a szövetségi pályázatokból, hogy folyamatosan próbálunk juttatni nekik segítséget, amíg erőnk, illetve az anyagi forrásaink bírják. 35 perc című műsorunkban a klub leköszönő elnöke elmondta, 2014 óta van közvetlen kapcsolata a nyíregyházi szervezetnek ukrán klubtársaikkal. Évek óta szállítanak élelmiszeradományokat, gyógyszereket, gyermekjátékokat. A mostani megfeszített munka és a korábbi évek teljesítménye alapján elismerésben is részesült a nyíregyházi szervezet. Megkaptuk Európa díját, ahol megint az Lions mozgalomnak 1%-a kapott még ilyen díjat, és ami még soha nem volt, az első nyíregyházi Lions Clubnak első alkalommal adta ide a világi központ, tehát Amerika a Melvin Jones díjat. Ezt csak magánszemélynek adta eddig. De a klubnak az eddig végzett munkája, ami ténylegesen meghatározó, ezért kaptunk az első nyíregyházi klub valamennyi tagja. De a klub nevében a Melvin Jones díjat, ez a legmagasabb elismerés, ami adható a klubban. De ez kötelez is minket. Cidor Mihály hozzátette, emiatt az elismerés miatt talán még többet kell ezentúl dolgozniuk a közösség érdekében.